Ilyen L-39 NG típusú csegyártmányú repülőgépből érkezik Magyarországra 12 darab két év múlva. Jelenleg a magyar légierőnél 14 darab Gripen vadászrepülőgép teljesít szolgálatot. A csegépek többsége a Gripen pilóták kiképzését segíti majd. Hamarosan lejár a Kanadában folyó magyar pilótaképzés. És a magyar fél úgy döntött, hogy Magyarországon folytatja az ilyen jellegű kiképzést. Indokolt ez a mennyiség ön szerint a 12 darab? Igen, igen. Az biztosítja, hogy a meghibásodásokat, az alkalmankénti javításokat figyelembe véve mindig egy stabil, hadrafogható üzemben tartható géplétszám marad, hogy a kiképzés töretlen legyen. Hogy a magyar kormány miért nem Kanadában folytatja a pilótaképzést, azt nem tudjuk. Forrásaink szerint a polgári repülőgépek árából kiindulva, ezeknek a gépeknek a darabonkénti ára valahol 10 és 20 millió dollár között lehet. A pontos értéket azonban senki nem ismeri, csak az eladó és a vevő. A vételár nagyon sok mindentől függ egy ilyen beszerzés esetén. Könnyen elképzelhető, hogy a gépekért ennek akár a dupláját is kifizetheti a magyar kormány. Az eladó pedig nem más, mint a cseh Aero Vodohodi cég, amelyben tavaly ősszel 80%-os tulajdonrészt szerzett a korábbi londoni magyar nagykövet, Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ő a kormány szóvivő Szent Királyi Alexandra férje. Ez az összefonódás egyesek szerint igencsak aggályos. Szalai Bobrovnicki Kristóf ezt a cseh repülőgépgyárat, ezt a Magyar Fejlesztési Bank 53 milliárdos hiteléből vásárolta meg, tehát ezt a magyar adófizetők nyújtották ezt végül is ezt a hitelt Szalai Bobrovnicki Kristófnak. Majd ezek után a magyar adófizetők ismét pénzt fizetnek, vagy pénzt áldoznak arra, hogy a magyar kormány ezek után repülőgépeket és katonai eszközöket vásároljon ettől a cégtől. Ön szerint az nem aggályos-e, hogy van némi tulajdonosi összefonódás a magyar kormány és a szállító gyár tulajdonosi összetétele között? Hát a híreket, ahogy olvasgattam, ugye többségi részvénye van a magyar tulajdonosnak, tehát így Magyarországnak, hogyha így lehet mondani, nincs ebben ennek, én szerintem semmi az égvilágban, semmi kivetni való vagy probléma ezzel nincsen. Nem veti föl esetleg a korrupció árnyékát ez ön szerint, vagy a lehetőségét? Szerintem nem. Egyesek szerint nincsen ezzel az egész ügylete semmi probléma, mert hát végül is ez a repülőgépgyár, ez magyar üzletember tulajdona, így szegről végről a magyar állam tulajdona. Ott bukik el ez az érvelés, hogy a magyar adófizetők pénzéből sikerült ezt a céget megvásárolnia, vagy hiteléből sikerült ezt a céget megvásárolnia, de attól ez a cég nem lesz a magyar adófizetőknek a tulajdona, vagy nem lesz a magyar államnak a tulajdona. Szalai Bobrovnicki Kristófnak emellett nem ez az egyetlen olyan biznisze, milliárdos biznisze, amit a magyar kormánynak köszönhet. Hiszen tavaly 35 évre megkapta újra a kaszinó koncessziós jogokat, amivel 35 évre, tehát 3,5 évtizedig biztos bevétele van a kormány szóvivő férjének. Szalai Bobrovnicki Kristóf londoni nagyköveti tisztsége előtt korábban a Heti Válasz kiadója és főszerkesztője, valamint a Századvég gazdaságkutató ZRT társtulajdonosa is volt. Egyik vállalkozása a legnagyobb orosz vasúti járműgyártóval közösen vasúti kocsikat gyárt.